Szervusztok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit M3 Autópark telephelyén, koncertóékkal és a fiúkkal. Hozott is nekünk 2 darab kulcsot, íme mutatom is, ilyen szép nagy kulcsok. És meg szeretné nektek koncerton mutatni ezt a fekete színű 2-es Mazdánkat. Igazi kis méregzsák, hiszen 103 lóerőt tud és 1.5-ös benzines motorral bír. Igazi ritkaság is egyébként egyben. És látjátok, egészen jól felszerelt, ugye könnyű fémfelnik vannak rajta, a gumik is teljesen jó állapotúak, és rengeteg sok gyári extrát fogunk még benne találni, ugye láthatjuk, hogy ködlámpás is az autónk. Végre kisütött a nap, így egy kicsit tudunk nektek filmezni is, és mutatjuk is mindig a járgányainkat. Ő egy 2007-es évjáratú autó, és mutatom nektek, hogy még mi minden tud. Ugye nézzük csak bele a csomagtartóba, ott is látunk érdekességeket. Többek között azt látjuk, hogy egészen magasan fönn van neki ez a csomagtértárca. Hát ez se véletlen, hiszen ez egy ilyen plusz utólagos ideépített modul. Ha kivesszük egy az egybe, akkor megkapjuk a teljes gyári méretét a kis Mazda 2-esünknek. Vásárolt bele egy ilyet a tulajdonos, és tett ide tartozékokat is, amit nagyon szívesen adunk nektek tovább, hiszen még egy ilyen nagy kerékkulcsot is láthatunk is, meg tartalék, ablaktörlő lapátokat, és mindezt megmutatja nekünk Feri, hát nagyon-nagyon köszönjük Ferinek, és reméljük ez is egy hasznos kis extrája az autónknak. Így néz ki egyébként a csomagtér ajtaja, és ezzel is akkor teljesen rendben vagyunk. Nézzünk bele akkor a belsejébe. Egy kicsit így csipog néha azért, mert a zsebünkben van a kulcs, nem az autóban. Így néz ki egyébként a hátulja. Itt is azért teljesen jól elférni, ugye Isofix-es, és hát természetesen sok légzsákos, ugye függöny légzsákok is vannak ott, még az első oszlopban is mutatom nektek. Teljesen jó állapotú egyébként a kárpitozás, ilyen kékes mintás a betét. No, hátul is hangszorók, és hát ugye egy GT kivitel, itt bizony hátul is elektronosak az ablakok, tehát rengeteg ilyen kis kütyire odafigyeltek. Aztán az eleje. És egy ezüst betét, hatalmas hangszóróhely, és fölül is egy kis hangszórónak, a kis csipogónak is a helye. Rendesen működik is, tökéletesen szól. Ülésfűtést láthatunk még az autóban, mutatja Concerto. Bizony, itt is tudjuk még az utas oldalit is kapcsolgatni. Ez is egy rendkívül hasznos extra szerintem. Nagyon sokan szeretik, hogyha egy kicsit melegebb ülésbe ülhetnek télen, és ez most pont aktuális is egyébként. Nagyon szép egyébként a bőrkormánya. Íme jár a motor, csak nagyon csendes, azért csak engem hallotok. 52.928 km van benne, és tökéletesen szépen jár. Ugye van itt az indexarunkon egy lámpaszenzor, illetve itt egy autó gomb jelzi, hogy ez bizony még esőszenzoros is ez az autónk. Aztán azt látjuk, hogy a fejegységünk is egy ilyen hatlemezes CD-s MP3-as, tökéletesen ide a műszerfalba illeszkedő gyári fejegység. És a klíma berendezésünk az pedig egy automata klíma, majd mindjárt mutatom is a működését, hogy hogy is működik. Itt fölül jelzi épp, hogy milyen állomáson vagyunk, és így néz ki ez az egyszerű műszerfal. Ugye 5-sebességes manuális váltó, és a szerviz könyvei pedig itt vannak, van neki külön egy ilyen kis fak, még mielőtt lenyitjuk is látjuk. Kibogaráztuk belőle a lényeget nektek, íme nemrég járt a Mazdánál, tehát 52.000 kilométernél, és itt van róla a dokumentáció, hogy épp miket csináltak és miket néztek, tehát ez így ilyen digitálisan rögzített, úgy hívják, hogy szép magyar szóval, hogy digitális szervizkönyv. Ez pedig a kinti műszaki vizsgalapja, látjuk, hogy még érvényes is neki december végéig a műszaki, és nem is olyan sok kilométerrel ezelőtt, 52.000 kilométernél volt tavaly decemberben műszaki vizsgán, tehát tényleg alig használták, egy 46-os születési úriember az első tulajdonosa az autónknak, és ezért is mondtam, hogy egy ritkaság. De rögtön be is indítjuk még nektek újra, és megmutatom, hogy hogy is ketyeg. Egyszer így csipog egyet nekünk megint, hogy becsuktuk az autót. Ezek a kulcs nélküli modulok, ezek ilyenek.
Na, ugye ahogy mondtam, 4 elektromos ablak, behajtja a visszapillantó tükröket. Aha, óriási extra, ezt imádom a legjobban. Mindenhol le tudunk parkolni, és a garázsba is könnyen be tudunk állni. Ugye itt is látszik a ülésfűtés, tehát itt is működik neki az első oldalon, a vezető oldalon. Van benne kipörgésgátlónk, ez a DSC gombjelzés. A menet stabilizátorunkat ott tudjuk kikapcsolgatni. Na, most már hallani, hogy jár, igaz? Nagyon csendesen, szépen jár. A klímaberendezésünk pedig két helyen is automatán állítható. Egyszer az, hogy épp hova fújjon, tehát azt is be tudjuk állítani, hogy automatán mindenfele. Illetve a hőfokot kell állítanunk, hogy épp milyen hőfokra szeretnénk állítani. Így, és az autógombbal, hogyha ide tesszük, akkor ő teszi is a dolgát. De tudjuk manuálisan mi is ezt a ventilátorunkat szabályozni. Tehát így működik benne az automata klímaberendezés, természetesen tökéletesen működik, ugye itt vissza is jelzi ez a kis lámpácska, hogyha be van kapcsolva. Mondtam, a fejegységünk. Nagyon-nagyon szépen szól, meghallgattuk koncertóikkal, és hát bizony tényleg egy egészen jó állapotú és kevés kilométeres Mazdát kínálunk nektek ezzel a kis 1.5-ös GT-vel. Még azért megmutatom a motorterét, hogy tényleg egyáltalán beleférte a motor ebbe a kis motortérbe. Egy mozdulat, és már itt is vagyunk, bizony, hogy benne van. Még ezzel rá is írták, hogy 16 szelepes ez a kis méregzsák. Megy a ventilátorunk is most, és megtaláltuk Petit is. Ő pedig azt mutatja, hogy ebbe bizony már tettek akkumulátort, és egyszer már lett benne cserélve, és íme az olajcserék is, ahogy a Mazda szervizkönyvben láttuk, 52.000 kilométernél volt elvégezve, és javasolják neki majd, hogy 72.000-nél ráér a következő. Tehát azt is megtették az autónkkal, és mi is megtettük, hogy megmutattuk. Nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem újra, és hogy végignéztétek ezt a filmecskénk. Várunk is mindenkit továbbra is nagy szeretettel. Köszönöm szépen még egyszer, legyetek jók, kövessetek bátran minket, szervusztok, sziasztok!